Na. Szóval meg vagyok végre. A polcok nagyjából megvannak. Még nincsenek összekötve, de már rövidesen összelesznek. És akkor majd szép egyenesek lesznek, mint amilyen ez is. És 1, 2, 3 és fél polc, ugye meg egy teljes alsó sor. Van 3 ilyen kisebb fajta tévé. Van CAT 6-os, meg 6E, meg 6 FTP, a kábelünk van egy csomó használt cuccunk. Még nincs idehozva minden. Itt van a 80-as idék, meg a kislemez meghajtók, memóriák. Ez laptop hűtő, de ezt ki fogom dobni. Ott vannak a proci hűtők, ezt majd a alurózsa. Ez egy elég drága hűtő, 4-8-as. Majd valami nagy rakétába berakjuk. Hát van egy olyan monitor, az a teszt monitorunk. Az azért akkor a nagy poén, mert van benne hangszúrú. És akkor nem kell külön brékelni. Na, ezek itt DVD olvasók. Ez nem tartozik a műhely részhez, ez csak egy idétlen rádió. Na, szóval itt vannak a DVD olvasók. Ide, megállítása itt egy üres rek, mert nincs semmi. Itt van 3 SATA 1, illetve SATA 2 DVD olvasó, illetve író. Hülye, headset is van. Van 4 billentyű, meg itt alul van egy ilyen üres doboz. Szépen ledobtam. Ebben nincs semmi. Szíves, ez csak azért van itt, hogy... Mindegy, itt van pár egér, tényleg mindegyik USB, csak ez az egy PS2-es. Több ez még USB is. Na, van hangszóróm, kíváskulcsom, 8-as anya, ez tényleg fontos. Van még gyors rögzítő hát ilyen villanyszerelők használnak itt. Az azért jó egyébként, mert valami kábel útban van, akkor azt vagy elvágom, vagy oda rögzítem, vagy meghúzom a 13-as, 16-os villanyszerelőkocsa. Na, szóval ez meg sűrített levegő, mert marha jól jön, amikor ezt kicsit büdös, mindegy, kell fújni, és személyet is kidobjuk. Na, szóval így néz ki a helyzet. Ja, meg tudtam, hogy a vízmérték idétlenség, mennyire sikerült esetleg viszintbe helyezni ezt a vackot, de nem mindenhol résmentes. Hát igen, majd alul teszek valami vasat, nem is biztos. De aztán itt van az asztal is. Ide a kettő közé majd lesz téve ilyen sín, vagy nem, ezt még nem tudjuk. Na, viszont van áramunk, ami kapcsolóra működik, ki, be, marad mi. Itt van fenn a kapcsolója, ez a kapcsoló, itt, ezek a villanyi. Itt lesz a tanuló szemüveg, ezt már megcsináltuk. És itt van a villanyszerelés, ami ide vissza van bontva, és akkor ez ennyi. Na, mi van itt még, amit meg akartam mutatni? Ja, hát, hogy van gépünk. Hát csak egy kevés, igen. Az a helyzet, hogy nem mindegyik teli. Mert sajnos jöttek eleve nagyon-nagyon-nagyon rosszak. Azok úgy mentek, ahogy jöttek. Üres kézzel. Tehát ezek a házak itt üresek, csak a kábelezés van benne. Meg esetleg a táp. Maga a ház az üres, tehát ezt elvileg innen is lehet látni, semmi nincs benne egyikben se. A alsóban, jó nagy részben, ezt elvileg a shielden, ja nem tudjátok mi ez a shield. Bocsánat. Nem vagyok megborotválkozva, tudom meg. Assza a szőröm. Az építkezésen nem mondja egyik anyag se, hogy mennyi az borotválkozzál meg. Szóval én vagyok a farkas, mint ezt elvileg jól látjátok. A műhelyből amúgy is felismertetek volna már. Én csinálom egyedül. Na szóval ez itt a shield. Ez. Jó? Ez a kicsi lapka. Ez a kis lap. Ez a kicsi lapka. Ez itt a shield. A műhely szempontjából optimális esetben ez a következőképpen néz ki. Ti. Ebből most nem értettetek semmit. Na, akkor még egyszer fussunk neki. Egér csatlakozó külön, billentyű külön, 1-2 USB, videó kimenet, ez nem fontos. USB-k, hálózati kártya, hangkártya, kész. Tehát további panelek berakása nem szükséges. Nem kell telepítgetni, bénázni, stb. Hogy az első hangszóró, az első kimenet be van kötve, vagy nincs, hát ezt
talán nem olyan fontos. Nem mindegy gépen van ám első kimenet, még nincs így át... micsoda tiszta dolgok ezek. Na, mindegy, szóval az a lényeg, hogy mindegyik gép nagyjából át van nézve, pár százalékban még azt is mondhatnám, hogy melyikben mi van, azt nagyjából még tudom is. Hát van, van azért hiba százalékom, ezt azért meg kell vallanom, mert valamiről nem tudom. Ez például egy 0 kilométeres gamer ház, egy por szem nincs rajta sehol. Ezt eleve úgy hozták el, hogy valami dobozba, és ami benne is van, az is ilyen 0 kilométeres, soha nem futott, olyan nulla minimális teljesítményű gép, hogy pofám leszakad. Aztán van egy ilyen fogós ház, amit el lehet vinni lampartira, hát erre mondjuk inkább a hurcibálósabb, költözősebb emberkéket kell majd megcélozni. Vagy akik járnak lampartira, de hát most komolyan ingyen géppel lampartira, meg hát az combos egy kicsit. Aztán van itt egy idétlen Dell gépünk, a mondjuk így kezdeti időkből, nem tudom, van-e rajta ilyen izé. Hát az elején szokott megvenni. Itt van, tessék. Ez az Optiplex 755-ös, tehát nagy teljesítmény, tehát semmiféle, ezt gyorsan lefektettem, tehát semmiféle ilyen teljesítmény dolgokat nem szabad tőle elvenni, ez kicsit nehezen záródik. Most én nem fogom tudni egy kézzel kinyitni. Mindszer kész. Kitalálta. Azért ezt igazán megfejelném, esküszöm. Na, végre. Szóval az a helyzet, hogy ugye itt láttátok az elején, most másodom meg az elején, itt láttátok az elején, hogy ez egy 755-ös gép, és a Dell 755-ről annyit kell tudni, hogy hát nem egy rakéta. Van benne egy PCI Express, meg egy PCI hosszú, ezt sajnos nem igazán tudom, hogy miféle kártya mehet ebbe. A sima PCI belemegy, de mi a fenét tegyek ide, mint low profile, sima PCI-t, semmi értelme. A kimenetek azok rendben vannak, de szegény olyan lassú, hogy nem tudom azt, hogy megtartsam, vagy ne. Tehát egy ilyen selejt. Mindegy, majd csinálok vele valamit. Na az a helyzet, hogy rengeteg gép van. Rengeteg gép van, rengeteg tennivaló, és hát igen. Idáig tartottam egyedül, hogy minden egyes tartót, konzolt fölfúrtam, fölraktam, beakasztottam. Ja, kifizettem, oda mentem, elhoztam a saját városon, volt, hogy segített. Mondjuk így a segítségben nagyon kevés volt, pláne az önállóból, az önmagának fölajánló segítségben. Na, ott van egy ilyen kis polc, ezt nem tudom mutatni, hát azon majd még lesz valami. Nincsen székem egyelőre például. Tehát ez a szék, ami itt van, ez egy ilyen óvodából lopozott valami, nem tudom is. Ideges. Majd veszek széket is. Igen. Aztán ott tartok, hogy... Igen, lassan indul a szerelés, tehát van miből. Van annyi anyagom, hogy az eszméletlen, embertelen, nagyon sok anyagom van. Négy monitor. Van négy billentyűzet, van három egér körülbelül. Az egyiket meg kéne tartanom, mint tesztegér, mivel meg tudok tesztelni, de tényleg erre sincs egy szavam, van négy izé. Van rengeteg vinyom, de azok most nincsenek itt. Itt egy AM3-as, vagy mi a fene. Ezt kipróbáltam egyébként, hogy hogyan muzsikál. Ez sajnos nagyon jó, igen, tehát ez egy 4000 pluszos AMD Athlon X264, amiben most éppen van egy darab RAM, de hát ez nem valami sok. És most egyszerűen csak működik, tehát nagy csodát nem kell várni tőle. Ez nem van egy kisebb halom videokártya, mit tudom. Na, úgyhogy na, ez a jelenlegi helyzet, jó? Már itt ez érdekel. És majd, hogy szoktam mondani, ja igen, azt, hogy majd innen megyünk majd tovább. Van zár, ezért be lehet csukni, ez ilyen tolóka, de ott van kint a külvilág. Hát amikor becsukom, akkor nem látnak, tudok dolgozni tök nyugodtan, és itt ezen a részen itt belül már lesz ilyen szellőző rész, ilyen kör alakú vacak lesz majd vágva, és akkor majd megy a szellőzés egy kicsivel kultúráltabban, mint ahogy most kinéz. Nincsen vizesedés sehol. Tehát nemrég voltak nagyon nagy esőzések, és minden száraz. Minden, az égvilágon minden száraz, és
Hát majd meglátjuk, hogy fog kialakulni az egész. Csinálok egy ilyen utolsó képet innen, hogy így néz ki a műhely, így egyelőre, aztán majd még tovább. Már így is elloptam 10 percet az életet. Na, minden jót, akkor elosztok.